Leo felütésekkel dolgozik, felütésekkel próbálja elérni Frankit. Igen, hát magasabb Frankinél Leo, ugye a fehér nadrágban látható Leo. Átengedi a területet Frankinek, aki egyelőre nem nagyon találja az ütőtávot. Leo nyomult előre, megpróbálta egy-két ütéssel megsorozni Frankit, de hát ez nem sikerült. Kicsit olyan gangstazol is feelingje van, ugye ő is átengedte Rékasi Karcsinak az első menetet. Aztán látom, mi lett a vége. És ez vissza is támad. És úgy tűnik nekem, hogy hoppá, ez bent volt, Leo most eltalálta kétszer is Frankit, sőt háromszor a menet utolsó másodperceiben. Vajon, hopp, igen, most sikerült eltalálni a Leót. Nagyon jól elhajolt, kihasználja a magassági fölényét, és adott hosszabb a keze. És most jól is sorkol vissza. Most megfoghatja Leót. Hey, de ott Frankit, van, de a nagyon fönn van a feje. Nagyon veszélyes, mert Franki nagyon kemény. Most Franki próbál meg egy kis területet kiharcolni a ringben, de azért kap egy-egy profon. Harmadik menet tehát a Starbox negyedik mérkőzésén. A fehér nadrágos Leo és a fekete nadrágos Franki között. Nagyon kemény balfülütés volt, nagyon kemény balfülütés volt. Tisztán talált vele. Aj. Igen, most... Igen, sőt... Nem tudja elérni, sőt, 3-4 balfülütéssel pontosan eltalálta Franki. Franki megy előle, úgy látom, hogy vérzik az orra, eltalálja Leót, és ebben a pillanatban véget ér a mérkőzés, kedves nézőink. Leo pedig ünnepelteti magát. Hölgyeim és uraim, a találkozó nyertese egyhangú pontozással Leo!